A rendelet a kristálycukor, a finomított napraforgó étolaj, a búzafinom liszt, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirkefarhát és a 2,8%-os tehéntej esetében írja elő azt, hogy a kereskedők legfeljebb az október 15-én alkalmazott fogyasztói áron forgalmazhatják a termékeket. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára híradónknak elmondta, a szövetség tagjai napra kész információkat kaptak. Az érintett termékekre vonatkozóan egy központi hirdetményt adtak ki, ezeket kell majd kihelyezni a boltokban. Ez azt jelenti, hogy minden boltnak arra az eladási ára kell majd beállni, amelyet 2021. október 15-én értékesített, amelyen értékesített. Az a kis bolt, aki nem rendelkezik számítógépes cikknyilvántartással, nála ad támpontot ez a KSH 2021. októberi átlagár. Tehát lesz olyan kereskedő, úgy, mint ahogy az az átlagár is jelenti, aki most február elsője után ennél alacsonyabb áron fog értékesíteni, és lesz olyan, aki ennél magasabban. Tehát a vásárlóknak ez most csak egy iránymutatás arról, hogy nagyjából mi lesz ez az átlagár, de Neubauer Katalin szerint az már most is látható, hogy alacsonyabb árat is hirdetnek már az üzletláncok. A vásárlókat ugyanakkor arra kérik, hogy legyenek türelemmel a boltokban, hiszen a kereskedők nehéz helyzetben vannak most. Nagy a várakozás a vásárlók részéről, sokan mondjuk nem vásároltak az elmúlt hetekben alapvető élelmiszerekből, mert várják ezt az árzuhanást. De ugye most árzuhanásról nem beszélhetünk, mert minden kereskedő más áron értékesít. Többféle termékről van szó, nem csak azt jelenti, hogy mondjuk egy napraforgó étolajon belül egy a legolcsóbb lesz, még olcsóbb, vagy egy októberi ár, hanem itt azért most az elején biztos, hogy türelemre meg higgadságra lesz szükség, hogy ezt kellőképpen mérlegeljük. Ugyanakkor a pénzcentrum információi szerint már van olyan üzletlánc, ahol az élelmiszerár stop hatálya alá tartozó tartós élelmiszerekre vonatkozóan mennyiségi korlátozást vezetnek be, hiszen a kormány csak az árakat és azt határozta meg, hogy minden termékből lennie kell a boltokban, de ilyen kitételt nem tiltott meg.